Stúdióba pedig megérkezett Csuha Ildik, az ATV főmunkatársa. Kezdjük sokan. Szervusz, jó estét. Illetve Bencsik István, a Demokrata újságíró. Szervusz. Egy Gábor, bocsánat, elnézést kérek. Egy nagyon rövid bejátszóval kezdünk, méghozzá a ma délután politikai, belpolitikai legfontosabb eseményének, a múlt szombati előképével. Szóval a recept ismert. Geri olyan, mint Feri. Feri tönkretette az országot, és utána eladott mindent, repteret, MOL részvénycsomagot, mindent, ami le volt betonozva, és azt is, ami nem. Geri elherdelte a forvárost, minden tartalékát, és most el akarja adni a városházát. Geri és Feri, egyelőre ez jutott, de már csak 204 nap van, hogy véget tudjunk vetni ennek a rémálomnak. Végezetül az ünnepek előtt, így advent közelettével egy dologban egészen biztosak lehetünk. Nincs karácsony Gyurcsány nélkül. Mit gondoltok? Sokat beszéltünk már arról, hogy lesz összefogás, nem lesz összefogás. A ma délutáni bejelentéssel Gyurcsány Ferenc pártja, Demokratikus Koalíció beállt Karácsony Gergely mellé, az MSZP beállt a DK mellé, tehát tulajdonképpen egy összefogás körvonalazódik. Összenőtt, ami összetartozik, Ildikó? Én inkább azt mondanám, hogy félretettek a mindenfajta emocionális motivációt, vagy ellenérzést, vagy rivalizálást, és nyilván úgy látták, hogy bő 7 hónappal a jövő nyári önkormányzati választások előtt megegyeznek. Ez lesz a nyerő stratégia, hogy ez lehet? Meg a főváros hihetetlenül fontos az ellenzéknek, hiszen itt ez az ő fellegváruk. Gyurcsány Ferenc ugye elmondta az én Gavra Gábor kollégám kérdésére a Spirit FM-en még korábban, hogy igenis a kormánnyal szemben kell politizálni, opozícióba helyezkedni, és nyilván Gyurcsány Ferenc elég tapasztalt politikus ahhoz, hogy tudja, hogy ha állít a DK egy saját főpolgármester jelöltet, és nevető harmadikként a Fidesz jelöltje fut be, akkor az údiuma rászáll, és azt nem bocsátják meg az ellenzéki választók. Hát egy évvel ezelőtt még kritizálta Karácsony Gergelyt, hogy nem elég harci. Most is kritizálja. Egyébként ebben az egyességben számomra nem Karácsony az érdekes, mert ez nyilvánvaló volt. Szóval nem volt más opció. A DK számára, aki neki megy Karácsonynak, megfizeti az árát a választó, az ellenzéki választóknál. Szóval ez egy kényszerpálya volt, erről nagyon letérni nem lehetett. A kérdés csak az volt, hogy milyen alkú árakat sikerül kivívni. Ami az érdekes az MSZP, mert ugye a párbeszéd is benne van ebben a csomagban, de a párbeszéd az egy darab főpolgármesteri poszt, a többi az elhanyagolható. Az MSZP, amelyik rövid távon logikus, hosszú távon önmagára nézve is halálos döntést meghozta, megtehették volna, hogy végre elindulnak egy saját úton, úgy döntöttek, hogy nem, az a néhány polgármesteri poszt. De milyen saját útra gondolsz, Gábor? Egy Gyurcsány nélküli. Hát a közvélemény kutatások szerint a parlamenti küszöb alatt, vagy a parlamenti küszöbnél lebeg az MSZP, úgy gondolod, hogy a DK vagy egy ellenzéki jelölttel szemben a polgármester jelöltjük tud győzni? Nem, úgy gondolom, hogy két dolgot gondolok. Egy, Gyurcsánnyal nem lehet nyerni, választást nyerni. Nem lehet, ez egy axióma, ez egy fundamentum. Ezt aki és egyedül az MSZP. A másik, hogy az MSZP-nek mindenképpen a torkának, és én már nem tudom, mitől féltek, már nincs mit kockáztatni. Most így azért a nyamvat 5 polgármesteri posztér, amit így megbevédettek a DK felől, azért tovább menetelnek a teljes megsemmisülés felé, ahelyett, hogy próbáltak valami arcélt mutatni. És még egy. Gyurcsány Ferenc most meglépte a válaszlépést a Momentumnak a lépésére. A Momentum ugye nincs benne a buliban. Donát Annának ez a félpuha, félkemény kirohanása, az most megszülte az eredményét, a Gyurcsány összegyűjtötte a maga csapatait, a Momentumnak nagyon föl kell kötni a gatyát, hogy még egyáltalán labdában rúgjon ebben a vesztes csapatban.
Én azt gondolom, hogy és nem vagyok az MSZP-nek a fogadatlan prókátora, bár kora délután beszéltem, Kunhalmi Ágnes nyilatkozott nekem. Köröm szakadtál, már... azt állította, hogy külön akarnak. Nem, nekem azt annyit nyilatkozott Kunhalmi Ágnes, hogy napokon belül bejelentés lesz két oldalú megállapodásokról, de már pár órával vagy másfél órával később a DK bejelentette. És ami a DK közleményében fontos volt, azt mondták, hogy minden hivatalban lévő polgármester jelölt lesz, közös jelölt, ami azt jelenti, hogy a szocialisták, illetve az MSZP az nem fog veszíteni. Tehát a jelenlegi pozíciójukat megőrzik, és ami nekik nagyon fontos, és itt az előbb Gábor, ugye a Momentumot említetted, ha a hivatalban lévő polgármesterek mellett kiáll a DK is, ami a legerősebb párt, akkor ez azt jelenti, hogy a neuralgikus ponton, Zuglóban Horváth Csabát fogja a DK támogatni, a Momentumos alpolgármesterrel szemben Rózsa Andrásnak hívják a Momentumnak a polgármester jelöltjét, tehát az MSZP megnyugodhat. Az MSZP hogy nyugodhatna meg? Hát vége van, elpárolgott mind a hó. Én miért egyedül? És ha egyedül mit tudott volna? Valamit kell. Egyébként a Momentum ugyanezt csinálja most. Megpróbált önállónak is lenni, meg megpróbált egyezkedni is. És ez egy jó taktika? Megpróbálta kezelni azt a problémát, hogy Gyurcsánnyal nem lehet nyerni, de rájöttek arra, hogy Gyurcsány nélkül is nehezen tudják a közeljövő pozícióit megtartani. Ki jött ki az egészből győztesen? Gyurcsány Ferenc. Meg Karácsony Gergely. Persze meglátjuk, Karácsony hogy Gergely mi az alkú része. Szerinted? Hát mi lesz az ára ennek az összefogásnak? Igen, ez kérdés, hogy mi lesz az alkú. Mit ígért meg Karácsony Gergely? Hány pozíciót kell adni, a alpolgármesteri, tanácsadói pozíciókat? Mi lesz, milyen lesz a közgyűlés? A városházán milyen tisztségeket? A legfontosabb az, hogy Gyurcsány Ferencnek, ha marad a jelenlegi szisztéma, de ezt most még nem tudjuk, hogy marad-e. Bár Tarlós István nekem azt nyilatkozta, hogy ő nem támogatná a tisztán listás választást a fővárosban. Ezt nem tudom eldönteni, hogy a Fidesz támogatná, vagy sem. Nyilván érdeke lenne, ha több kormánypárti képviselő lenne, és Bénakacsa lenne Karácsony Gergely. De visszatérve a kérdésedre, Gyurcsány Ferencnek, ha jól számolom, de javítsatok ki, most 7 polgármesteri, DK-s képviselői, vagy hát polgármesteri helye van a közgyűlésben, nélkülük nem lehet Karácsony Ferencnek semmit átvinni, valószínűleg a DK erősíteni is fogja a pozícióit, és a közgyűlési helyét. Ildikó, a galaxis őrzője. Ildikó, véletlenül Karácsony Ferencet mondom. Ez egy tényleg? Elnézést kérek Karácsony Gergelytől, Gyurcsány Ferenctől is, de ezt láttátok, hogy Gyurcsány Ferenc a... mit posztolt, nem? Nem. Nincs. A DK-sok a galaxis őrzői. A ninja kormány. Igen, mert nem, az ellenzék nem olvast el az előző sort, ahol Orbán arról beszél, hogy szemben Antal József kamikáze kormányával, amely... Ők életben maradnak. Ők életben maradnak, ennyi a nagy történet. Beszéljünk egy jó hírről, Navracsics Tibor posztolt egyet, a tárgyalások eredményre vezettek, érkezik az Európai Uniós források első része. Ez az az információ, amelyik az ATV-nek egy kicsivel korábban megvolt, mint hogy Navracsics Tibor posztolta ezt. Megjúgott. Sőt, a Bloombergnél is egy picit Bloomberg. Korábban, és te ezt láttad. Követed az ATV online-t? Igen. De kedves vagy, köszönöm szépen. Hátradőlhetünk, megnyugodhatunk. Orbán Viktor megmondta, hogy azt a pár eurót még behajtjuk, ami hátra van, legfeljebb 12 milliárdról. Hátradőlésről szó nincs. Az teljesen világos, hogy paragrafus szerint, betű szerint, sorok szerint Magyarország minden föltétel teljesített. Navracsics Tibor ebben nagyon jó, és nagy csapat dolgozik vele. A politikai bátorság nincs meg a bizottságban, hogy a parlamenttel szembe menve azt mondja, hogy hát igen, megcsinálták. De hát a döntésben ezért, ott van a politikum is. Ez, nem lehet kihagyni. Na, ezért most született egy félpuha, félkemény megoldás, hogy adjunk valamennyit, de csak annyit adjunk, ami miatt nem lázad föl az Európa Parlament, és nem nyújt be bizalmatlanság indítványt. Tehát szerinted így csorgatni fogják szemben a pénzeket? Egy milliárd euró? Minden centér alkú lesz, minden centér harc lesz, és ez fog folytatódni.
Majd meglátjuk azt, hogy Hollandiában nyert a Wilders, az érdekes lehetőségeketnek nyitja ki a kaput, de meglátjuk. Mindjárt a Wildersre visszatérünk vissza. Ildikó, neked milyen információid vannak Brüsszelből, hogy milyen ütemezésben fogjuk kapni ezt a pénzt? Nincsen Brüsszelből közvetlen információm. Azt lehet látni, amit mondtok, de hát ezt elmondta Sophie in 't Veld és más liberális, rennyús európai parlamenti képviselő is, ugye volt egy vita Magyarország helyzetéről, azt hiszem kedden az Európai Parlamentben, és ott egyetemen felszólították a bizottságot, hogy ne adjon forrásokat Magyarországnak, mert nem teljesítik a feltételeket. Azt mondtad, Gábor, hogy a magyar kormány minden feltételt teljesített, a bizottság még levelezésben van az igazságügyi reform miatt is, és azt azért mondjuk ki... Levelet tudnak írni számtalant. Igen, a szobák számáról és sok mindenről, de valószínűleg vannak azért komoly aggályaik is még. Ezt ne vonjuk kétségbe, hogy Didier Reindersnek vagy Johannes Hahn uniós biztosoknak. Azért még vannak olyan rubrikáik, ahol nem tudják azt a bizonyos pipát megejteni. De a lényeg, hogy ezen általam most felsorolt európai parlamenti képviselők már korábban azt üzenték Johannes Hahnnak, ne tévedjen, nem tárgyalni kell Orbán Viktorral, nem kell egyeztetni, számon kell kérni, és mi az, hogy azt mondta Johannes Hahn, hogy jól teljesített Orbán Viktor, várjuk ki a végét, nem ez a dolga, de most a bizottság valóban jóvá hagyta ezt az összeget, ami több mint 4 milliárd euró, viszont csak az előleg az, amit a magyar kormány anélkül lehívhat, hogy a 27 szupermérföldet teljesíteni, és ez az előleg, ez 960 millió euró, amiből a jövő év elején 500 millió hívható le, és aztán valamikor a jövő év végén még körülbelül ennyi. Tehát azt gondolom, hogy nem dőlhetnek hátra Navracsics Tiborék, tárgyalni kell, ha tárgyalnak velük. Kérdéses, hogy a jövő nyári választások előtt jön-e több forrás. Mondjuk kiplakátolták Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét Alex Sorossal. Azt mondta a szóvivője, hogy a szemöldökét sem húzta föl, amikor meglátta ezt a plakátot. Ez meg valamiért mégis azt üzeni, mintha az Orbán kormány lemondott volna arról, hogy nagyon nagy pénzek jöhetnek. Biztos, hogy nem. Szerintem nem. Ha már itt a Wilders szóba került, ugye földcsúszamlásszerű győzelemre, történelmi pillanat, ez volt az a szó, amit a legtöbbször használtak a holland tévé közvetítésekben, amikor kiderült az exit pollokból, hogy a Wilders nyert. Markánsan migráns ellenes, jobboldali beállítottságú magyar felesége van, kiváló kapcsolatokat ápol Orbán Viktorra. Szerintetek megerősíti Orbán Viktor politikáját Wilders győzelme? Én szerintem ez még nem. Azt se tudjuk, hogy hatalomra kerül-e. Láttunk már olyat, hogy kiéneklik a győztes párt szájából a sajtót kiéneklik. Ilyen volt például legutóbb Spanyolországban. Ellenben a nagyon izgalmas, hogy hogyan fog alakulni a jövő évi Európa Parlamenti választás. Milyen lesz az Európa Parlament összetétele? Milyen lesz a bizottság? Egy egész más országot hadd mondjak. Ausztriában a Szabadságpárt a legutóbbi választáson 16%-ot kapott, most 30-on állnak. Magasan nyernék a választást. A Wilderszék is dupláztak, 10%-hoz képest 20 fő. 37 mandátum. Nagyon, tehát nem tudom még, talán nem lehet kimondani, hogy fordulat következett be, de minthogyha a fordulatnak a jeleit érzékelni az ember, nagyon elegük van az európai választóknak ebből az egész szociálliberálisnak nevezett, progresszívnak nevezett politikai irányból, és valami nagyon más. Azt akarnak. Gondolom, az elemzők is azt írták, akik nyilván nálam okosabbak és értenek a holland belviszonyokhoz, hogy az október 7-i Izrael elleni terrortámadásnak elég nagy szerepe lehetett abban, hogy Wilders a választásokra ennyire megerősödött, váratlan vagy meglepően, ugye a politikó azt írta, hogy ez a Brüsszelnek a rémálma vált ezzel valóra, nem számítottak rá, valószínűleg azért a
terroristáktól való veszély, iszlám ellenesség, ami azért a Wilders retorikát eléggé jellemzi, ez közrejátszhatott, hogy meg alapvetően a migráció ellenesség, ez nyilván belendítette a 30 fölé. Nem biztos, hogy kormány tud alakítani, meglátjuk. Csuha Ildikónak, Bencsik Gábornak köszönöm szépen, hogy itt voltatok.